Sziasztok, Szandra vagyok, és ebben a videóban arról fogok nektek mesélni, hogy hogyan és mennyit fogytam egy év alatt, miket ettem, mit mozogtam, illetve a gyerünkanyukám online edzésprogramról vagy mozgalomról is fogok nektek mesélni, illetve a ti kérdéseitekre is válaszolni fogok, ugyanis kértelek titeket Instastoryban, hogyha van a témához kapcsolódóan kérdésetek, akkor küldjétek el nekem, és baromi sok kérdés jött, szóval én nem számítottam arra, hogy ennyien fogtok írni. Mondjuk gondolhattam volna, hogy a fogyás azért ez egy népszerű téma, pláne így az év elején, és igazából nem véletlen az, hogy pont most csinálom meg ezt a videót. Több oka is van ennek. Az egyik oka az az, hogy így nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el intenzívebben odafigyelni az étkezésemre, meg arra, hogy rendszeresen mozogjak, és így egy év alatt értem el jól látható és mérhető változást, amiről most be tudok majd számolni nektek. A másik ok, amiért most csinálok videót erről, az az, hogy ugye itt van az új év, és ilyenkor nagyon sokan megfogadják, hogy lefogynak, meg egészségesebben fognak étkezni, meg rendszeresen mozognak, és arra gondoltam, hogy hát ha ezzel a videóval én is adhatok egy kis plusz motivációt, vagy plusz löketet ehhez az elhatározáshoz. És a harmadik ok pedig az, hogy valószínűleg tudjátok, hogy én a gyerünkanyukámmal tornázom, és néhány nap múlva indulnak újra 8 hetes programjaik, és gondoltam, hogy még azelőtt, hogy az új programok elindulnak, megcsinálom ezt a videót, így aki esetleg gondolkodik, hogy befizessen egy ilyen 8 hetes programra, vagy egyáltalán tudni szeretné, hogy mi is ez a gyerünkanyukám, annak ez egy jó alkalom lehet, és akinek mondjuk a videóm alapján megtetszik ez az egész, az akár így be is nevezhet egy ilyen 8 hetes programra, hogyha kedvet kapott hozzá. Itt szeretném leszögezni azt, hogy ez nem egy szponzorált videó, semmilyen formában nem működöm együtt a gyerünkanyukámmal, nem kértek meg, hogy csináljak videót erről az egészről. Én magam döntöttem úgy, hogy szeretnék videóban beszélni arról, hogy hogyan is fogytam le, illetve hogy pontosan mi is ez a gyerünkanyukám, mert tényleg rengeteget köszönhetek nekik. Úgyhogy szeretném az ő hírüket minél szélesebb körben terjeszteni, és nagyon remélem, hogy minél több embernek megjön a kedve ahhoz, hogy a gyerünkanyukámmal tornázon. Na, hát ezután a rövid bevezető után akkor azzal kezdem, hogy összefoglalom a legfontosabb infókat, és utána pedig rátérek a ti kérdéseitekre, mert mondom, tényleg rengetegen írtatok. Kezdjük először is az étkezéssel, mert hogy nagyon sokan szerintem azt gondolják, hogy én mostanában kezdtem el odafigyelni az egészséges táplálkozásra, vagy hogy én valamilyen ilyen rövidtávú diétát követek, de nem erről van szó. Én már nagyon régóta odafigyelek arra, hogy ne fogyasszak például finomított cukrot, finomított lisztet. Nagyjából 5-6 évvel ezelőtt diagnosztizáltak nálam egy nőgyógyászati betegséget, aminek endometriózis a neve, és én akkor kezdtem el odafigyelni az étkezésemre, és akkor kiiktattam a finomított cukrot, illetve a finomított lisztet. Akkoriban egyébként gluténmentesen étkeztem, mert több helyen is azt olvastam, hogy akinek endometriózisa van, annak ez ajánlott, de ma már nem gluténmentesen étkezem, de finomított lisztet azt nem eszem. Azt nem mondom, hogy soha, de soha nem eszem olyan dolgokat, amiben finomított cukor vagy finomított liszt van, de nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy ez minél ritkábban forduljon elő. Úgyhogy igazából ezt a diétát folytattam egészen addig, amíg a Lilivel való terhességem alatt ki nem derült, hogy terhességi cukorbetegségem van, és akkor átértem a 160 g szénhidrát diétára, aminek igazából az a lényege, hogy nem lehet finomított cukrot, illetve finomított lisztet tartalmazó dolgokat enni, illetve hát van még egy csomó minden, amit figyelembe kell venni. Úgyhogy akkor ez alapján étkeztem. Lili születése után néhány hónappal kiderült, hogy inzulinrezisztencián van, ami egy anyagcsere betegség, és gyakorlatilag a cukorbetegség előszobájának is hívják, ugyanis hogyha nem kezelik, akkor cukorbetegség alakulhat ki belőle. És az inzulinrezisztenciában szenvedőknek ugyanaz a 160 g szénhidrát diéta ajánlott, mint a terhességi cukorbetegségben szenvedőknek, úgyhogy ez igazából már nem volt újdonság számomra, és gyakorlatilag azóta én a 160 g szénhidrát diéta szerint étkezem. Ennek igazából az a lényege, hogy napi 5 étkezésre kell elosztani 160 g szénhidrátot, megvan, hogy melyik étkezésre mennyi szénhidrátot kell lenni,
illetve megvan, hogy mit, mikor lehet enni. Gyümölcsöt például nem lehet enni se reggelire, sem vacsorára, aztán nem lehet enni sima fehérrist, hanem helyette baszmáti rizst lehet enni, vagy barna rizst. Igazából, ha interneten rákerestek erre a diétára, akkor elég részletes leírásokat találtok róla. Én most itt nem akarok ebben nagyon belemenni, bár hogyha szeretnétek erről esetleg külön videót, akkor akár csinálhatok azt is. De az a lényeg, hogy ebbe pár hét alatt bele lehet jönni, és én már nem is méricskélek dolgokat, mert nyilván az elején méricskéltem, hogy mi az az adag, amiből kijön az a szénhidrát mennyiség, amit az adott étkezésnél lehetek, de egy idő után már így szemmérték alapján nagyjából meg tudtam állítani, hogy mondjuk mennyit ehetek rizsből, vagy éppen teljes kiörlésű tésztából. Szóval a lényeg, hogy én nem egy ilyen időszakos, pár hetes vagy pár hónapos diétát csinálok, hanem én évekkel ezelőtt életmódot váltottam, és ehhez igyekszem tartani magam, és ez alapján próbálok étkezni. És azt nem csak azért csinálom, mert szeretnék fogyni, vagy mert szeretnék odafigyelni az alapomra, hanem az egészségem miatt is, mert nem szeretnék cukorbetegséget, nem szeretném, hogyha kiújulna az endometriózis, úgyhogy nálam azért több motiváció is van, hogy tartsam magam ehhez az életmódhoz. És akkor most nézzük a mozgás részét. Én világéletemben, hát hogy mondjam, lusta ember voltam, mert hogy nem nagyon mozogtam huzamosabb ideig semmit. Mindig voltak ilyen időszakok, amikor elkezdtem valamit mozogni, és azt pár hét, vagy jó esetben pár hónap után abba is hagytam. A rendszeres mozgást azt igazából Vince születése után kezdtem el. Vince születése után 2 hónappal keresett meg engem a gyerünk anyukám. Megkérdezték, hogy van-e kedvem kipróbálni a szülés utáni regeneráló programjukat, mert látják, hogy nemrég született gyermekem. És én nagyon megörültem neki, mert épp akkoriban gondolkodtam már azon, hogy valamit el kellene kezdenem mozogni, ugye akkor már túl voltam a szülés utáni 6 hetes kontrollon, és az orvosom is mondta, hogy minden rendben van, nyugodtan mozoghatok, hogyha szeretnék. Úgyhogy abszolút kapóra jött az ő megkeresésük, úgyhogy a legelső programomat, amit csináltam a gyerünk anyukámmal, azt nem én fizettem, hanem, ahogy mondtam, ők kerestek meg engem, de azóta minden egyes programot én magam vásároltam. Na de hogy pontosan mi is ez a gyerünk anyukám, ez tulajdonképpen egy ilyen online mozgalom, egy online edzésprogram, vagy nem is tudom, hogy hívjam pontosan. Az a lényege, hogy otthon a saját kis megszokott környezetedben tornázhatsz, online tudod a tornákat megnézni a gyerünk anyukámnak a honlapján. A nevével ellentétben nem kizárólag anyukák csinálhatják a gyerünk anyukámat, hanem bárki, akinek nincs ideje edzőterembe eljárni, aki nem szeretne edzőterembe menni, nem engedheti meg magának, vagy aki egyszerűen csak otthon szeretne tornázni, mert mondjuk időhiányban szenved, vagy bármilyen egyéb okból. Nyilván vannak olyan programok, amik mondjuk kifejezetten olyan nők számára készültek, akik nemrég szültek, ilyen például a szülés utáni regeneráló program, illetve most van egy új program, a trimester program, ami pedig kismamáknak ajánlott, de ezen kívül számos más edzésprogramjuk van, van olyan, ami a hasra fókuszál, van, ami a popsi és comb területére, van pilates, jóga, szóval rengeteg különféle programot lehet náluk találni. És úgy néz ki a dolog, hogy vannak ilyen 8 hetes edzés programjaik, amik megadott időpontokban indulnak, tehát ebbe csak akkor tudsz becsatlakozni, amikor kezdődik. Ezen kívül pedig van egy videótár a honlapjukon, ami folyamatosan elérhető, tehát oda bárki bármikor becsatlakozhat. És ami szerintem nagyon szuper dolog az az, hogy van egy 1 hetes próbaidőszak is, tehát hogyha te vacilálsz, hogy belevágj ebbe az egészbe, vagy nem tudod, hogy mennyire jönne be neked ez az otthontornázás, akkor beregisztrálsz, és 1 hétig kipróbálhatod a gyerünk anyukámos tornákat, és hogyha úgy döntesz, hogy tetszik, akkor előfizethetsz a videótárra, vagy hogyha mondjuk éppen indul ilyen 8 hetes edzésprogram, akkor valamelyikre előfizethetsz. Ez egy fizetős szolgáltatás, tehát fizetni kell érte. A videótár az, ha jól emlékszem, 4000 forint 30 napra, de nem akarok hülyeséget mondani, mert én nem nagyon szoktam videótárra előfizetni, én szinte mindig ilyen 8 hetes edzésprogramokat csinálok. A 8 hetes edzésprogramok pedig 16000 forintba kerülnek, de mindig szokott lenni ilyen early bird időszak, amikor azt hiszem 10% kedvezménnyel lehet megvásárolni ezeket a programokat, illetve lehet étrendet is vásárolni az edzésprogramokhoz, az pedig
4000 forint, vagy 5000 forint, nem akarok hülyeséget mondani, de úgyis be fogom tenni a Gyerünk Anyukámnak a linkjét a videó alatti leírásban, és ott minden infót pontosan megtaláltok. Az, hogy most ez sokba kerül, vagy nem kerül sokba, ez nyilván tökre relatív, ezt mindenki maga érzi, én teljesen korrekt árnak tartom, ezek a 8-7-es edzésprogramok, ezek szuperül felépített programok, tehát nem csak úgy össze-vissza jönnek az órák egymás után, hanem tényleg tök jól fel van építve, és tényleg arra az adott területre vagy műfajra fókuszál, amit a program leírásában ígérnek. Azt hiszem, hogy így nagy vonalakban ezeket szerettem volna elmondani, és mielőtt rátérnék a kérdéseitekre, akkor elmondanám, hogy én mennyit fogytam egy év alatt. Tehát azt mondja, hogy csípőből fogytam 13 centit, derékből fogytam szintén 13 centit, combból fogytam 5 centit, és kilóban pedig 9 kilót fogytam. Én nagyon-nagyon reménykedtem, hogy év végére összejön a 10 kiló, mert az olyan szép kerek szám lett volna, és szerintem, ha nem lett volna karácsony, akkor valószínűleg össze is jött volna ez a 10 kiló, de igazából nem is feltétlenül a kiló a lényeg, bár nem tudom, tehát nekem az is számít, hogy a mérleg mit mutat. Tudom, hogy nem kéne ezzel foglalkozni, de inkább tényleg az a fontos, amit látok a tükörben és amit érzek. Egyszerűen örömmel tölt el az, amit most látok a tükörben, bár még nem vagyok teljesen elégedett. Szeretnék még azért egy picit fogyni és formálódni, de nagyon büszke vagyok magamra, mert heti átlag 4-5 alkalommal tornáztam az elmúlt nagyjából másfél évben, ami hát nagy teljesítmény tőlem, mert ahogy mondtam korábban, soha nem mozogtam huzamosabb ideig, most pedig tényleg már lassan másfél éve tartom ezt a szintet mozgásban, és ennek nagyon-nagyon örülök. Egy csomó ruhámba belefogytam, van olyan, amiből ki is fogytam egyébként, egy csomó olyan dolog rám jön, ami már nagyon régen volt rajtam, olyan ruhákat próbálok fel a boltokban, amiket nagyon régen nem próbáltam, javultak a cukor és az inzulin értékeim is, szóval tényleg borzasztó jó érzés ez, hogy látom és érzem azt, hogy teszek magamért, az alakomért, az egészségért, és ez hihetetlen motivációval tölt el, hogy tovább folytassam ezt az egészet. Na és akkor nézzük a kérdéseiteket, bár elég sok jött, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy mindent meg fogom tudni válaszolni, bár elég sok hasonló is érkezett. Szóval, hogy veszed rá magad ennyi minden mellett a tornára, hogy van rá időd? Volt olyan időszak, amikor Vince délutáni alvás alatt tornáztam, de ez áttolódott estére, úgyhogy most már általában akkor szoktam tornázni, amikor a férjem fürdeti este a gyerekeket, és ahogyan korábban is említettem, átlagban heti 4 alkalommal szoktam tornázni. Ez az elején volt, hogy heti 6 alkalom volt, de ezt én kitapasztaltam, hogy nekem a testemnek kell a pihenés, tehát kellenek olyan napok is, amikor nem tornázom. Úgyhogy úgy vettem észre, hogy ez a heti 4 alkalom, ez így pont jó nekem. Mit szoktál reggelizni, nassolni? Reggelizni általában teljes kiülésű kenyeret szoktam felvágottal, illetve zöldségekkel. Néha szoktam virslit enni, szintén teljes kiörlésű kenyére, és nagyon-nagyon ritkán szoktam zabkását enni mandula tejjel. Ez azért nem fordul elő sűrű, mert én a zabkását imádom gyümölcsökkel enni, viszont reggelire nem ehetek gyümölcsöt, úgyhogy emiatt zabkását már csak nagyon ritkán eszem reggelire. Nassolni pedig nagyon ritkán szoktam nassolni, szóval leszoktam a nassolásról. Ha nekiállok mégis, akkor vagy valamilyen olyan csokit vagy édességet eszem, ami olyan édesítővel készült, amit én is ehetek. Vagy például nagyon szeretem a Natur kesudiót, azt is szoktam nasizni. A diétához egészséges receptekhez van valami jó forrásod, szakácskönyv? Hát egyrészt a Gyerünk Anyukámos étrendek, amikre előfizettem, azok így elég jó alapot adtak nekem, mert abban elég sok jó recept van. Másrészt pedig van több olyan könyvem is, amiben olyan ételek vannak, amiket én is ehetek. Az egyik ilyen Iklódi Dóra Cukormentes Örömök című könyve, aztán van még a Viszlát, Fehér Liszt és Fehér Cukor.
vagy valami ilyesmi, azt hiszem a könyvnek a címe, hogyha jól emlékszem. Illetve meg szoktam venni a meglepetésmentes magazint, mert abban is vannak nagyon jó ötletek. Meg van amúgy több olyan étel is, amit korábban is ettünk, és meg tudom csinálni úgy is, hogy én is tudjak belőle enni, tehát például a tésztás ételeket teljes kiöllésű tésztával csinálom, vagy amiben esetleg liszt kell, abba a teljes kiöllésű lisztet teszek. Étrendet mennyire sikerül betartanod, no cukor, no fehér liszt, vannak csalónapjaid. Az étrendet én azt mondom, hogy úgy 90%-ban sikerül tartanom, van amikor 100%-os, van amikor 80%-os. Kifejezetten csalónapjaim nincsenek. Olyan előfordul, hogy egy nap eszem egy valami olyat, amit mondjuk nem lehetne, de olyan, hogy csaló nap, amikor egész nap olyanokat eszem, amiket nem lehet enni, olyan nincsen. Tehát én például karácsonykor is odafigyeltem arra, hogy mit eszem, hogy mennyit eszek belőle. Igen, volt egy-két olyan dolog karácsonykor, amivel egyébként nem lehetett volna ennem, de ettem mondjuk egy-két sütit, de nem az volt, hogy egész nap össze-vissza ettem olyasmiket, amiket egyébként nem lehetne ennem. Szóval javult az íjjered, mióta odafigyelsz az étkezésedre, igen, javultak a cukor és inzulin értékeim, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Most nem tudom, hogy legközelebb mikor kell majd mennem ilyen terheléses cukor és inzulin vérvételre, de nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mutatnak majd az eredmények. Folyamatosan tartanod kell a 160 g per nap szénhidrátos diétát? Hát gyakorlatilag igen, mivel ugye inzulin rezisztencián van, már csak amiatt is tartanom kell, meg hát hogyha nem szeretnék visszahízni, amiatt is tartanom kell, szóval igen. Hogy oldottad meg a diéta alatt a gyerekek és a férjed menüjét, külön főztél magadnak? Hát ahogy itt mondtam, nem egy ilyen néhány hetes vagy hónapos diétáról van szó, hanem itt életmódváltásról van szó. Tehát alapvetően ugyanazt teszi mindenki, de vannak olyan napok, amikor én magamnak főzök külön valamit, mert úgy érzem, hogy nem tudom, most éppen valamilyen salátát ennék, vagy valamilyen olyan ételt, amit a család nem biztos, hogy megenne. Olyankor magamnak külön főzök, és a család többi tagjának pedig főzök valami mást. De egyébként, ahogy mondtam, olyan ételeket csinálok, amit én is ehetek, meg amit ők is szeretnek. Hányszor eszel egy nap, mennyit és mit iszol mellette? Hát ideális esetben 5-ször eszem egy nap, de ez nem mindig jön össze, mert van, hogy a 10 órai vagy az uzsonna az kimarad. De azért igyekszem figyelni erre a napi 5 étkezésre, mennyit és mit iszol mellette. Na hát az ivás az nekem egy eléggé gyenge pont, hogy így mondjam. Próbálok minél több vizet, illetve ilyen teákat inni. Sajnos néha lecsúszik egy-egy zéró kóla is, amire nem vagyok büszke, de hát igen, ez van. De egyébként sokkal több vizet kellene innom, szóval a 2 liter víz az nagyon ritkán jön nekem össze, és tudom, hogy erre jobban oda kellene figyelnem, és már mindenféle trükköt és praktikát kipróbáltam, de egyszerűen az agyamban kellene átkapcsolni valamit, hogy tényleg odafigyeljek a vízfogyasztásra. Számoltad a kalóriákat? Na most a gyerünk anyukámos étrend az egy 160 g szénhidrát és 1500 kalóriás étrend, tehát amikor azt csináltam, akkor gyakorlatilag figyeltem és számoltam a kalóriákat, vagyis hát nekem nem kellett számolnom, mert úgy volt összeállítva az étrend, hogy 1500 kalória legyen egy nap. De egyébként én ilyen nagyon nagy kalória számolásokba azért nem mentem bele. Szóval én inkább arra figyeltem, hogy ez a 160 g szénhidrát meglegyen, de olyan nagyon szigorúan nem számolgattam egyébként a kalóriákat. Mivel motiválod magad, hogy tartsd a diétát akkor is, amikor mindent megennél? Hát egyrészt, ahogy mondtam, az egészségem, az mindenféleképpen motivál. Másrészt pedig az, hogy tudom, hogy mennyire marhára nehezen mennek le rólam a kilók, és mennyi munka van az elmúlt egy évben, és ez baromira motivál, hogy ne egyek össze-vissza mindent. Melyik volt a legelső Gyerünk Anyukám programod? A szülés utáni regeneráló program. Betartottad, hogy gyümölcs csak délelőtt? Hát igazából gyümölcsöt nem csak délelőtt tehetek, mert hát 10 óraira is lehet enni, lehet akár az ebéd részeként is gyümölcsöt enni, illetve uzsonnára is lehet akár, szóval nem csak délelőtt lehet gyümölcsöt enni. Egyáltalán nem eszel cukros, fehérlisztes dolgokat? Erről ugye már volt szó. Milyen összetevőket kerülsz még? Sima fehér rizst azt nem eszem. Hogyha eszem rizst, akkor bászmáti rizst szoktam enni, de igazából jobban szeretem helyette a bulgurt vagy a kuszkuszt. Nem eszem sima lisztből készült tésztákat, helyette teljes kiöllésű tésztát eszem. Tejet sem nagyon fogyasztok már, mert a kávémba mandulaitalt szoktam tenni. A bőröd mennyire regenerálódott szülés óta? Én azt gondolom, hogy egészen rendben van a bőröm. Jó, hát lehetne azért egy kicsit feszesebb,
Ezen talán segítenének különböző krémek vagy kezelések, de szerintem annyira nem gáz a bőröm. Melyik volt neked a leghatékonyabb program, belekezdesz egy újba? Igen, mindenféleképpen bele fogok kezdeni, ugye mondtam, hogy néhány nap múlva indulnak újra 8 hetes programok. Nekem a leghatékonyabb az a szuperhas program volt, illetve a popsizom. Legutoljára két programot csináltam egyszerre, amit nem is tudom, hogy gondoltam, de komolyan nem vagyok normális. A popsizom és az Express 20 programot csináltam egyszerre legutóbb, és úgy gondoltam, hogy a következő programom az az Express 20 lesz önmagában. Szia, miért ajánlanod a Gyerünk Anyukám programot másnak? Hát azok mellett, amik eddig elhangzottak róla, azért, mert nem csak egy szuper lehetőség arra, hogy olyanok is tudjanak mozogni, akik különböző okok miatt nem jutnak el edzőterembe, azért is ajánlom még, mert nagyon jó közösség van ott. A 8 hetes programokhoz mindig tartozik egy zárt Facebook csoport, és oda azok lépnek be, akik azt az adott programot csinálják, és egyszerűen hihetetlen, hogy mennyi jófej és laza anyuka és nő gyűlik ott össze. Én olyan jókat szoktam röhögni ezekben a Facebook csoportokban, mert így meg szoktuk beszélni az órákat, hogy kinek hogy ment, kinek hogy tetszett, meg szoktuk egymást motiválni is, hogyha valaki éppen azt mondja, hogy most tökre nincs kedvem nekiállni, mondjatok valamit, hogy ma miért álljak neki tornázni. Tényleg annyira jó közösség, és egyébként nem csak online, hanem offline is, mert hogy szoktak ilyen futóklubokat csinálni, meg indulnak különböző futóversenyeken így közösen, meg például karácsony előtt csináltak egy ilyen karácsonyi vacsorát, arra is elmentem, és tök jól éreztem magam. Szóval tényleg nem csak a mozgás örömét adta nekem a Gyerünk Anyukám, hanem egy nagyon jó közösséget is, és tök jó fej embereket ismertem meg általa. Mennyire ugrálós megerőltető tornákat végeztél, nagyobb súlyfelesleggel is elvégezhető? Igen, van kifejezetten olyan programjuk is, ami nagyobb súlyfelesleggel rendelkezőknek készült, de egyébként nagyon-nagyon változatosak a tornák, szóval van olyan program, amiben inkább ilyen úgymond statikusabb tornák vannak, van olyan program, ami inkább ilyen ugrálósabb, kardiós program, szóval a programok leírását érdemes megnézni, mert ott azért elég jól összefoglalják, hogy az adott programban mi várható. Szia, hogyan épül fel a program? Kellenek kiegészítő eszközök, súlyzó vagy labda vagy egyéb? Ami az eszközöket illeti, nem kellenek nagyon extra dolgok, súlyzó az kell, de igazából azt lehet akár egy kiló liszttel vagy ásványvízzel is helyettesíteni, illetve szőnyeg, edzőruha, edzőcipő, ez is nyilván opcionális, szóval nem kell igazából hozzá semmilyen extra eszköz. Volt egy olyan program, amiben gumikötél kellett. Hogyan tudod megőrizni a motivációt a mindennapok során? Hát akkor itt szeretném azt elmondani, hogy én azt gondolom, hogy azért az otthon tornázás az nem mindenkinek jön be, mert valóban sokkal nehezebb motivációt gyűjteni ahhoz, hogy otthon felállj a kanapéről és felvegyed az edzőcuccod és nekiállj tornázni. Ezt tényleg mindenkinek ki kell tapasztalnia, nekem nagyon bejött. Ez azért is van, mert az, hogy én elmenjek egy edzőterembe, az nekem plusz idő, plusz logisztika, szóval nekem nem fér bele az, hogy egy héten háromszor elmenjek valahova edzeni, mert amíg oda eljutok és amíg onnan visszaérek, az plusz egy óra, akkor, hogyha maga az edzés is egy óra, az már két óra, és ezt heti több alkalommal megcsinálni, ez nekem egyszerűen nem fér bele. Itthon meg tényleg, amikor úgy érzem, hogy van egy kis időm, vagy van egy kis nyugi, akkor csak szépen fölveszem az edzőcuccomat, és nekiállok tornázni, és nem megy egy idő azzal, hogy még összepakolom a cuccom, és elindulok, és szóval értitek. A motivációt meg igazából az adja, hogy látom és érzem a változást, illetve, ahogyan mondtam, az egészségem is. Voltak motiváló ruhadarabjaid? Ó, igen, voltak. Van egy farmer shortom, amiben nagyon szerettem volna belefogyni, erről majd teszek be ide egy képet, hát olyan jól sikerült, hogy ki is fogytam belőle. Azért többen még jó lesz rám, de igen, szóval ez egy ilyen motiváló ruhadarab volt. És igazából most már nagyon sajnálom, hogy volt egy csomó olyan farmerem, amit hát tovább adtam, mert azt gondoltam, hogy tudni, hogy nem fogok belefogyni, és szerintem most már simán rám jönne. De mindegy, majd veszek helyette újakat. Férjed mennyire támogatott? Tehát ő abszolút támogat, mert ha ő nem lenne, akkor nem tudnék itthon tornázni esténként, ugyanis ahogyan mondtam nektek, akkor szoktam tornázni, amikor ő fürdeti a gyerekeket. Egyébként nem azért fürdeti ő a gyerekeket, hogy tudja tornázni, mert egyébként is ő fürdette mindig is a gyerekeket,
és ezért is találtam ki, hogy ha már olyankor ugye ott elvonul velük, és itt nyugi van, akkor nekiállok tornázni olyankor. Hogy érzed a változást a Gyerünk Anyukám torna előtt és utána, mennyire érzed hasznosnak ezt a tornát? Azt egyébként elfelejtettem mondani, hogy a 8 hetes edzésprogramok elején, közepén és végén szoktunk fotókat csinálni, pont amiatt, hogy lehet, hogy mondjuk valakinél kilóban vagy centiben nem igazán látszódik a változás, de ha összehasonlítja ezeket a fotókat, úgy azért általában még annál is lehet valami fajta formálódást látni, akinél mondjuk a mérleg vagy a centi nem nagyon mutatnak változást. És hát gondolom nem kérdés, hogy mennyire érzem hasznosnak ezeket a Gyerünk Anyukám tornákat, szerintem a képek meg a számok magukért beszélnek. Este hánykor eszel utoljára? Mi legkésőbb olyan 6 körül szoktunk vacsizni, és ugye én általában utána tornázom, és torna után én még szoktam enni 10 g szénhidrátot, mert hogy hát ez így van, hogy inzulin rezisztencia esetén. Szóval én torna után szoktam még enni valamit, és az általában olyan 8 óra környékén szokott lenni. Lehet, hogy hogy néz ki egy napod étkezésben, hol szerzed be az alapanyagokat? Én igazából olyan nagyon extra vagy különleges alapanyagokat nem használok, tehát bulgur, kuszkuszt lehet már kapni gyakorlatilag bárhol, Spárban, CBA-ban, Tesco-ban, teljes kiölési tésztát, meg teljes kiölésű lisztet ugyanúgy lehet szinte bárhol kapni, illetve ilyen úgymond alternatív édesítőket, tehát eritritet, stíviát, xilitet, negyed annyit, ezeket is már rengeteg helyen be lehet szerezni, úgyhogy aki szerintem úgy dönt, hogy életmódot vált, annak azért ma már sokkal könnyebb dolga van, mint mondjuk évekkel ezelőtt volt. Az egynapi étkezésem pedig nagyjából úgy néz ki, hogy reggelire általában teljes kiölésű kenyeret szoktam enni felvágottal, illetve zöldségekkel, ja, illetve kávé, az nagyon fontos, azt ne felejtsük el, de mandulaitallal iszom a kávémat, illetve szoktam beletenni egy kis édesítőt is. Aztán 10 óraira szoktam enni általában valamilyen teljes kiölésű cukormentes kekszet, van, hogy eszem mellé joghurtot, natúrjoghurtot, vagy esetleg almát. Aztán ebédre, hát ez változó, hogy mit eszem ebédre, szóval ez lehet egy teljes kiölésű tészta, lehet valamilyen hús vagy hal zöldségkörettel, lehet főzelék, szóval mikor éppen hogy. Aztán az uzsonna az nagyjából ugyanaz, mint a 10 órai, és a vacsora az pedig vagy ugyanaz, ami ebédre volt, csak kisebb adagban, vagy pedig ugyanaz, ami reggelire volt. Ja, és akkor még az edzés utáni 10 g gyors szénhidrát, az meg vagy gyümölcs szokott lenni, vagy gyümölcslé, vagy smoothie, vagy valami ilyesmi. Férjed is szereti azokat az ételeket? Igen, a férjem is szereti azokat az ételeket, bár nem mindent, úgyhogy ezért van az, hogy amikor mondjuk valami olyasmit akarok főzni, amit tudom, hogy ő nem szeret, akkor azt csak magamnak főzöm, mondjuk 2 napra, és neki meg a gyerekeknek pedig főzök valami mást. Ha nem a betegséged miatt kéne diétáznod, akkor is tudnád ezt követni? Szerintem abszolút, ugyanis ez a 160 g szénhidrát diéta pont azért jó, mert nem egy ilyen irreális, tarthatatlan diéta, amiben mindent megvonsz magadtól, hanem itt tényleg gyakorlatilag rengetegféle dolgot ehetsz, és napi 5-ször étkezés van, tehát nem az van, hogy naponta 2-szer eszel és sanyargatod magad, hanem szerintem ez egy abszolút észszerű és nagyon jól tartható diéta. A Gyerünk Anyukámat nem anyukáknak is ajánlanád? Abszolút egyértelműen, és ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy bárki csinálhatja a Gyerünk Anyukámat. Talán 2 olyan program van, ami ugye kifejezetten kismamáknak vagy olyan anyukáknak van, akik nemrég szültek, de a többi programot tényleg bárki csinálhatja. Az inzulin rezisztenciát hogyan derült ki? Az ugye Lili születése után néhány hónappal derült ki, és igazából úgy derült fény rá, hogy én a pajzsmirigyem miatt mentem endokrinológushoz, és akkor derült ki a pajzsmirigy alulműködésem, és ő kérte, hogy csináljunk egy ilyen terheléses cukor- és inzulin vérvételt, 3 pontosat. Egyrészt azért, mert általában akinek pajzsmirigy alulműködése van, annak gyakran van inzulin rezisztenciája is, másrészt meg ugye mondtam neki, hogy a Lilivel való terhességgel a terhességi cukorbetegségem volt, és sok esetben ez olyanoknak jön elő, akiknek inzulin rezisztenciája van, úgyhogy hát megcsináltattuk ezt a 3 pontos cukor- és inzulin terhelést, és akkor derült ki, hogy inzulin rezisztenciám van. Szeretnél még fogyni, vagy elérted a kívánsúlyt, folytatod a tornát idén is? Igen, abszolút folytatom, nem fogom abba hagyni. Egyrészt szeretnék még fogyni, szóval még azért nem tartok teljesen ott, ahol lenni szeretnék, de már nem sok választ el tőle.
Meg hát mondom, én most már szeretném a mozgást folyamatosan csinálni, és szerintem pont azért fontos, hogy találjunk egy olyan mozgásformát, vagy egy olyan lehetőséget a mozgásra, amit folyamatosan tudunk csinálni, mert mondom, én ezt a heti többszöri edzőterembe járást sem időben, sem anyagi szempontból nem tudnám hosszú távon tartani. Meg tényleg a gyerünkanyukában olyan programok vannak, amiket szívesen csinálok, amik látom, hogy hatékonyak, amik jól megmozgatnak, szóval szeretem ezeket a programokat csinálni. Hogy tudsz minden nap tornázni, főleg gyerek mellett, mivel veszed rá magad? Hát úgy, hogy nem tornázom minden nap, volt olyan időszak, amikor heti 6-7-szer tornáztam, de aztán rájöttem, hogy az én testemnek, az én izmaimnak kell a pihenés és a regenerálódás, és így több hónap alatt kitapasztaltam, hogy nekem úgy a heti 4 torna optimális, úgyhogy most már egy jó ideje heti 4-szer tornázom. Csak a gyerünkanyukám edzéseit csinálod, vagy más mozgásformával is kiegészíted? Az elmúlt nagyjából másfél évben csak a gyerünkanyukámos edzéseket csináltam. Igazából erősen gondolkodom rajta már egy ideje, hogy el kellene kezdenem futni, de ez még egyelőre megmaradt így gondolat szintjén, talán majd tavasszal gyűjtök ehhez erőt. Illetve azon is gondolkodtam, hogy el kellene menni valamilyen olyan edzésre, amikor tudjátok, ilyen izzasztó akármiben tekertek benne, fogalmam sincs, hogy ezeket hogy hívják, és mondjuk heti egyszer elmenni ilyenre is, de egyelőre most még szerintem maradok a gyerünkanyukámnál. Melyik mozgásformát, programot ajánlod, ha valaki nagyon rég sportolt igazán? Hát mindenféleképpen valami lájtosabb programot csinálj akkor így először. Mindegyik programnak van egy nehézségi fokozata, én most már a legnehezebb programokat csinálom, de érdemes átolvasni a programoknak a leírását, mert akkor úgy nagyjából tudhatod, hogy mire számíts, meg hogy mondjuk mennyire lenne neked való az adott program. Mennyi idő után jött el az a pont, hogy változtatni fogsz? Ugye, ahogyan mondtam nektek, én Vince születése után 2 hónappal kezdtem el tornázni a gyerünkanyukámmal, és 2017 év végéig nagyon-nagyon minimális fogyás és változás volt. Ennek ellenére kitartottam és tornáztam. Ennek részben az volt az oka, én legalábbis úgy vettem észre, hogy szoptattam, ugyanis 2017. decemberében hagytam abba a szoptatást, és 2018. január-februárjában kezdett el megindulni lefelé a mérleg, illetve akkor kezdtem el fogyni, úgyhogy szerintem biztos, hogy köze volt a szoptatáshoz is. Illetve 2017. decemberében készült rólam egy olyan kép, amit amikor megláttam, így mondtam, hogy úristen, akkor most összeszedjük magunkat szépen januártól, és jobban odafigyelünk a kajára, és tényleg csináljuk rendesen a mozgást, mert ez a kép nagyon-nagyon nem tetszik magamról. Tényleg igaz, hogy 30% sport, 70% étkezés a fogyás titka? Hát az a rossz hírem van, és ez számomra is rossz hír, hogy ez így van. Az a durva, hogy mondjuk nagyjából 10 évvel ezelőtt én sokkal könnyebben tartottam be különböző diétákat, meg sokkal jobban oda tudtam figyelni arra, hogy mit eszem, meg mit ne egyek, de a mozgással nem nagyon foglalkoztam. Na most ez fordítva van, tehát sokkal könnyebben ráveszem arra, hogy nekiálljak tornázni, és sokkal nehezebb az étkezésre is odafigyelnem, és tényleg mindent betartani, amit kell. Sokkal nagyobb erőfeszítést igényel ez tőlem. De sajnos ez valóban így van, hogy igazából nagyrészt az egész az étkezésen múlik. A mozgás az egy plusz kiegészítés ehhez. Igazából a gyerünkanyukámos programok során is gyakran hangoztatják ezt az edzők, és olyankor mindig felsóhajtok, hogy de miért van ez így? De sajnos így van. Mennyiben segített a fogyásban az, hogy oda kell figyelni az étkezésedre? Hát nagyon-nagyon-nagyon sokat számított. Ugye az előbb mondtam nektek, hogy 2017 évvégén határoztam azt el, hogy akkor tényleg ráfekszem erre az egészre, és igazából én már akkor is ugye figyeltem az étkezésemre, tehát mondtam nektek, hogy már évek óta ugye a 160 g szénhidrát diéta alapján étkezem, de amíg ugye szoptattam Vincét, annyira nem figyeltem a mennyiségekre. Tehát arra figyeltem, hogy ugye ne egyek fehérlisztes, meg finomított cukros dolgokat, de a mennyiségekre nem feltétlenül figyeltem oda, és akkor így évvégén határoztam el, hogy akkor januártól a mennyiségekre is odafigyelek. És utána, ha jól emlékszem, az első programom az olyan volt, amihez étrendet is kértem, és akkor az itt tényleg egy nagy löketet adott az egésznek, és ott tényleg beindult a fogyás.
Időnként rád is rátör hirtelen éhségérzet, ha igen, akkor te mivel csillapítod? Ó, igen, ilyen nálam is szokott lenni. Én általában ilyenkor naturkesudiót szoktam rácsálni, de nem sokat, mert abból sem szabad sokat enni. Illetve nekem vannak itthon ilyen cukormentes teljes kiörlésű kekszek, akkor bekapok egyet, vagy iszom egy nagy pohár vizet. Mondjuk ez valahogy általában nálam ritkán szokott segíteni, de van, akinél ez is működik. Mit javasolsz a pékáruk helyett? Lehet egyébként pékárukat tenni, vagyis hát én legalábbis eszem pékárukat, de olyat, ami teljes kiörlésű, illetve például a pékség, ahova én járok, ott van teljes kiörlésű, cukormentes kakaós csiga, meg egy-két hasonló ilyen péksüti, úgyhogy néha-néha szoktam ilyeneket is enni. A Safi termékeit már kipróbáltad? Nem, még nem próbáltam ki a Safi termékeket. Mindig gondolkodom rajta, hogy kipróbálom, aztán általában így megmarad az egész gondolat szintjén. Nem tudom, hogy miért nem éreztem még eddig arra késztetés, hogy kipróbáljam őket. Lehet, hogy azért, mert azok nélkül is tök jól el vagyok és fogyok, szóval így nem feltétlenül látom annak értelmét, hogy ilyen különböző lisztkeverékeket meg nem tudom micsodákat vegyek. Nem szoktad megunni az órákat? Nem mondom őszintén, hogy vannak olyan órák, amiket unok, vagy amik valami miatt nem tetszenek, de én azt mondom, hogy úgy 80%-ban szoktam szeretni ezeket az órákat, amik a 8-7-es edzésprogramokban vannak. Volt több olyan program is, amit megismételtem, mert annyira tetszett. Az a jó, hogy a legtöbb edzésprogramban több edző van. Van olyan edzésprogram is, amit egy edző tart végig, és mindig bele vannak órák, de a legtöbb edzésprogramban vegyesen vannak különböző edzők. Ja, azt még egyébként eddig nem mondtam, hogy ezek a Gyerünk Anyukám 8-7-es edzésprogramok úgy épülnek fel, hogy minden héten 3 óra van. Van egy óra hétfőn és kedden, tehát azt az órát hétfőn és kedden tudod megcsinálni. Utána az már nem elérhető. Aztán a következő óra az szerdán és csütörtökön van, tehát azt az órát szerdán és csütörtökön tudod megcsinálni, annyiszor, ahányszor akarod. És a harmadik órát azt pedig péntek, szombat, vasárnap tudod megcsinálni, azt is annyiszor, ahányszor szeretnéd. Tehát 3 óra van egy héten, és így vannak felosztva ezek az órák. Hogyan tudod megállni, hogy ne egyél édességet és hasonló tiltott ételeket? Nem tudom megállni, tehát elő szokott fordulni, hogy olyasmit eszem, amit nem lehetne, de igyekszem minimalizálni az ilyen alkalmakat. Nyilván, hogyha társaságban vagyok, vagy valahova elmegyünk enni, akkor előfordul tényleg, hogy eszem egy sütit, vagy olyasmit eszem, amit egyébként nem kéne. Tudom, hogy erről le kéne szokni, de én úgy vagyok vele, hogy ennyi jár nekem, és egy-egy ilyen alkalomtól azért még talán nem lesz gond. Amúgy pedig próbálok tényleg olyan ételeket csinálni, amiket szeretek enni, amik finomak, ízletesek, jól néznek ki, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen salátát rágcsálok, mert ez egyébként semmilyen szinten nem is jó és nem is elégítene ki. Úgyhogy tényleg jókat eszem, finomakat eszem, és emiatt igazából nem nagyon van hiányérzetem. Milyen veszed rá magad a tornára, ha tényleg semmi kedved, vagy fáradt vagy? Hát van olyan, hogy sehogy. Tehát, hogyha tényleg annyira azt érzem, hogy fáradt vagyok, és semmi kedvem hozzá, és mozdulni sem bírok, akkor egészen egyszerűen nem állok neki. Hogyha olyan félig meddig állapotban vagyok, tehát hogy van is kedvem, meg nem is, akkor általában azt szoktam csinálni, hogy elindítom a tornát. Csinálom 10 percig, ezt egyébként Nóri, a Gyerünk Anyukámnak az anyukája javasolta, azt hiszem, ezt a taktikát, hogy kapcsold be a tornát, állj neki, csinál 10 percig, és hogyha 10 perc után sincs kedved továbbra sem, és nem élvezed és fáradt vagy, akkor aznapra hagyd a fenébe, majd megcsinálod másnap. Ha pedig 10 perc után azt érzed, hogy fú, ez tök jó esik, mert belejöttél, akkor meg lenyomod az aznapi tornát. Úgyhogy ennyi. Szoktam látni panírozott ételeket, azt miben sütött ki, hogy mégse legyen egészségtelen. Hát egyrészt teljes kiörlésű liszttel, illetve teljes kiörlésű morzsával panírozom be, másrészt pedig meg lehet sütni sütőben is, olaj nélkül, vagy pedig kókuszolajban is ki lehet sütni a rántott húsit. Mivel másabb a Gyerünk Anyukám, mintha a YouTube-on keresek otthonedzős videókat és arra tornázom? Hát megmondom őszintén, hogy ezt nem igazán tudom, mert én nem nagyon tornáztam más, mint a Gyerünk Anyukám, vagy hát régebben voltak ilyenek, de akkor mindig az volt, hogy így random előkerestem valami edzős videót YouTube-on, és megcsináltam, szóval nem volt benne semmifajta rendszer, meg semmi ilyesmi.
Itt meg ugye a 8-7-es edzésprogramoknál ez egy felépített edzésprogram, ami ugye ki van találva, ami adott területre fókuszál. Meg hát ahogyan mondtam, van egy tök jó online közösség, akik motiválnak, hogy nyomjuk az edzést, és csináljuk, és ne adjuk fel, és ez baromi sokat számít. Szóval nekem volt már olyan, hogy azért álltam neki tornázni, mert a csoportban olyan jogot írtak az aznapi tornára, hogy azt mondtam, hogy na jó, ezt meg kell csinálnom nekem is. Szerinted, ha edzőterembe mentél volna, akkor is ilyen kitartó lettél volna? Nem. A korábban említett okok miatt egyrészt, mert edzőterembe menni az plusz idő és plusz pénz. Másrészt pedig, hát főleg így a téli időszakban este kitenni a lábamat itthonról, már pedig este tudnék elmenni, amikor itt van a férjem és vigyáz a gyerekekre. Szóval nekem ahhoz sokkal nagyobb motiváció kellett volna, hogy fölöltözzek és kimenjek a hidegbe, mint hogy itthon csak magamra kapom az edzőcuccomat és nekiállok tornázni. Szóval biztos, hogy nem tudtam volna hosszú távon csinálni. Mikor volt a mélypontod, amikor úgy érezted, hogy most befejezed az egészet, ha volt ilyen? Hát volt ilyen, többször is volt ilyen, mert volt olyan, hogy hetekig semmi nem történt. Tehát hiába tornáztam, hiába tartottam az étrendet, egyszerűen stagnáltam, és úgy láttam, hogy semmi nem történik. De úgy voltam vele, hogy egyszerűen nem hagyhatom abba, mert most éppen nem olyan ütemben történnek a dolgok, mint ahogy én azt szeretném. És kitartottam, és többször volt egyébként ilyen mélypont, meg ilyen stagnálás, és igazából én magam is meglepődtem azon, hogy ezek ellenére sem adtam fel, és nagyon büszke vagyok magamra miatt, szóval most, na, tényleg jár a válveregetés. Tudom, hogy nagyon nehéz túlendülni ezeken az időszakokon, amikor tényleg semmi kedved hozzá, meg nem látod a változást, meg nem látod, hogy lenne bármi eredménye, de tényleg egyszerűen muszáj kitartani, mert attól leszel még jobb, hogyha annak ellenére is csinálod, hogy nem látod a változást. És a végén egy bónusz kérdés, lesz-e valami új frizurád ebben az évben? Hát ez nem tudom, hogy hogyan az edzés témaköréhez, de igen, szeretnék egyébként. Most azért így megajándékoznám magam egy új hajjal ennek örömére, hogy sikerült fogynom, úgyhogy lehetséges, hogy az elkövetkezendő hetekben keresni fogok egy fodrászt, és világosítunk egy kicsit a hajamon, meg szerintem vágatok is belőle, mert már az is ráférne, úgyhogy igen, szeretnék valami jó kis új friszkót. Na hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznos volt, és nagyon bízom benne, hogy sokatokat tudok majd motiválni arra, hogy ti is belevágjatok az életmódváltásba, hogy odafigyeljetek az étkezésre és rendszeresen mozogjatok. Egyébként Instagramon kaptam több olyan üzenetet is, amiben arról írtatok, hogy mennyire motiváló az, amit csinálok, és igazából pont emiatt szoktam Insta Story-ba posztolgatni erről, hogy megint tornáztam, meg hogy ennyi kalóriát égettem el, meg hasonlók, mert szeretnélek titeket is motiválni, hogy csináljátok, mert tök jó érzés az, hogyha az ember tesz magáért, hogyha tesz az egészségért, hogy látja azt, hogy tud magán változtatni, hogy alakul a teste, mert szerintem ez baromi nagy önbizalmat ad. És ez a világon a legjobb érzés, amikor így írjátok, hogy ti is előfizettetek egy Gyerünk Anyukám programra, az én hatásomra, meg hogy ti is nekiálltatok edzeni járni, konditerembe járni, meg rendszeresen mozogni, meg odafigyelni az étkezésetekre. Szóval ez hihetetlenül jó érzés nekem, mert ha csak egy ember miattam elkezd odafigyelni arra, hogy egészségesebb legyen, és hogy rendszeresen mozogjon, és hogy odafigyeljen az étkezésére, akkor ez nekem baromi jó érzés. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg. Találkozunk következő alkalommal is, legyen szép napotok, sziasztok!